Nagyon bejött a hübdelnek a Zajlik a munka a múzeum falu tarpai portáján, a nyíregyházi cég és a város vezetése 30 szilvafát ültetett el a cég társadalmi felelősségvállalása segítségével. Nem csak most vette ki a részét mindebből a 26 éve Nyíregyházán lévő vállalkozás, hiszen minden évben jelentős összeggel támogatja a Vármegyei Kórházat, az amatőr röplabda versenyt és a kosárlabda csapat is az ő nevüket viseli. Wir haben schon letztes Jahr uns hier fast zur gleichen Zeit getroffen hier. Tavaly is ebben az időpontban találkoztunk itt kint a múzeumfaluban, hogy hozzájáruljunk a múzeumfalu szépüléséhez. A Hübner HKFT szeretné támogatni a magyar kultúra megőrzését. A múzeumfalu remek helyszínt jelent ehhez. A mostani akciónak a keretében idén 30 fát fogunk elültetni. Ez körülbelül ugyanaz a szám, mint amit tavaly is ültettünk. Emellett támogatjuk még az intézményt abban, hogy különböző ülő alkalmatosságokat, padokat telepítsenek a látogatók számára. Hier 2022-ben kötött stratégiai megállapodást a múzeum falu a Hübner HKFT-vel, idén már második alkalommal ültettek együtt fákat az intézmény területén. A tarpai portánkon lévő szilvásunk közel 30 éves lett, és évek óta nem termett rajta szilva, úgyhogy úgy döntöttünk, hogy ez az a közös pont, amiben találkozhatunk a Hübner Kft-vel, és ebben a segítségünkre voltak, hiszen a tájra jellemző, nem tudom, szilvafát ültettek el itt a tarpai portán. Ugye ez az a port, ahol bemutatjuk a szilva feldolgozását, nem csak a pálinka készítés, de az aszalás és a szilvalekvárfőzés technikáját is, és ezen kívül a 10 fa még a szatmári portákból a nagyfotosi portára fog kikerülni, ennek kifejezetten örülünk. A vendégek amellett, hogy kóstolgathatják a finom szilvákat majd, azért természetesen produktumok is készülnek. Például a múzeumfalu idén elkezdődött egy idősekkel való kooperációt, amiben az öreg otthonoknak a lakóit hívjuk el közös munkára, volt már birsalmasajt készítés, savanyúság készítés, hamarosan fogunk például káposztát együtt gyalulni és savanyítani, úgyhogy egy közös program keretében már a jövő évben a szilvalekvár fűzés is porondra kerül. A polgármesteri fásítási program 2018-ban kezdődött a Vármegye székhelyen, azóta a város számos pontján ültettek fákat. Ehhez a programhoz ez volt a célunk is, hogy ezért neveztük egy polgármesteri fásítási programnak, hogy adjunk egy kis marketinget a dolognak, és mondhatom, hogy sikerült, mert nagyon sok cég, vállalkozói klub, intézetek, civil szervezetek, magánszemélyek, egyéni vállalkozók is csatlakoztak ehhez, és ezzel a városunk egyre zöldebb lesz, egyre szebb, és egyre jobb levegőjű, ugye, amit már mérni is tudunk a felállított monitoring rendszerünkkel, és ez azért folyamatos, mert ez egy folyamatos tennivalót jelent, de már hála Istennek van mire visszanéznünk, tehát több ezer fát tudtunk együtt elültetni, és azért mondom ezt így, mert ennek a programnak ez is az egyik szubstanciája, hogy nem csak az önkormányzat, hanem egy összefogással történik ez a faültetés, és folytatódik folyamatosan. Már most, aki nem tudott, most már vannak tavaszra programozott újabb adományok, úgyhogy én ennek nagyon örülök, mert ez így sokkal jobb, sokkal szebb és sokkal többet jelent, azt remélem mindenkinek. A mostani akción kívül a fásítási programnak köszönhetően idén ősszel összesen 25 helyszínen 130 facsemetével lesz gazdagabb Nyíregyháza.